Happy Bitcoin! For 50 years, the Hare Krishnas have been part of Oxford Street life. If you're a Londoner, you get used to seeing unusual things in the street. Look at ABP News' special report. Sziasztok, kedves barátaim! Ahogy már első alkalommal mondtam, hogy az áldozatnak az a lényege, hogy ember tisztuljon, szabaduljon meg a hamis egótól. Végül a hamis egó minden szenvedést okoz. Védikus írások mesélnek, hogy van pancsaklésa, az azt jelenti öt ok, amit okozza a szenvedést. Ez az avidya, ez a tudatlanság, aszmita, hamis ego, rágadvésa, ragaszkodás, önző, ilyen kéj és gyűlölet, ez a dvésa, és halálfélelem. Mikor ember csak egy ilyen társadalomban él, amelyikben csak az érzékelgítésről van szó, és az önzőségről, akkor a tudatlanság avidja nagyon erősödik, az a tudatlanságból jön a hamis ego. A hamis ego mit jelent? Hamis ego az azt jelenti, én vagyok ez a test, én vagyok legokosabb, én vagyok, én, és akkor kész, és ember nem fér be már ebbe a világba, kicsi neki az a világ, akkor jönnek a háborúk. Magyarul el van vészve a nyugalom, békesség, és a szeretet, és a boldogság. Ezért a védek mondják, hogy végezd az áldozatot, mert az áldozat megtisztítja a hamis egótól, azáltal, hogy elviszi a tudatlanságot, felvilágosodást fog adni az embernek, tisztítja intelligenciát, hogy képesített legyen megérteni finom témákat. Mert lehet látni, hogy sokszor annyira ledegradál a tudat, annyira durva lesz a tudat, hogy ember nem képes megérteni, hogy van lélek, hát hogy lehet lélek, mi ez a lélek, nem értem. Igen, ez a tudatlanságnak a hatása. És az áldozatok csökkentenek és hatástalanítanak a tudatlanságot, itt így az embernek tisztul az egója, és ő képes lesz megérteni saját lelki természetét. Már soroltam fel néhány áldozatot, ami fontos ember életében, de hogyha valaki a fő áldozatot végez, akkor nem fontos semmi más. És ez a fő áldozat, ez 5000 év ezelőtt volt megjósolva erre a korszakra, a Kali Yugára, Srimad Bhagavatamban, amelyik azt mondja, Yagyai Sankirtana Prayai, Yajanti Hisumirdasa. Arról beszél, hogy az intelligens emberek ebben a korban, az emberiségnek a krémje, a tejszínje, az intelligens réteg, ők a főáldozatot végeznek ebbe a korban, Sankirtana Prayai. Az azt jelenti, hogy mantráznak, Hare Krishna mantrát énekelnek, dicsőítenek az Urat, együtt összegyűlnek, és együtt dicsőítenek az Urat, és ez a legmagasabb áldozat. Van egy másik írás, ahol fel vannak sorolva mindenféle lelki utak, mint áldozatok, és utána ez a Chaitanya Charitamrita, és utána, mint végkövetkeztetés, azt mondja, hogy a Taramade Sarvasestre Namasankirtan, hogy minden út, áldozat, lelki gyakorlat között a erősebb, hatékonyabb és fontosabb ez a mantrázás, a mantra. És ebben a korban van a fő mantra, úgy mondják, hogy maha mantra, vagy úgy mondják, hogy náma, Istennek a nevei. Annyi emberek szeretik a mantrákat, de kevesen tudják, mit jelent, hogy mantra, és még kevesebben tudnak, hogy Istennek a neve, ez az igazi mantra, és ez hatalmasabb bármilyen más mantránál.
és sokkal könnyebb vibrálni, mert a mantrák vibrálására vannak szigorú szabályok, feltételek, elvárások, és megfelelő tudattisztaságra van szükség, de a Istennek a nevei vibráció nem igényli annyi sok szigorú szabályt, és sokkal nagyobb hatással van az emberre, mint a más mindenféle mantrák. Sőt, a más mantráknak lehet negatív hatása, a Hare Krishna mantrának nincsen. Ezért ajánlom mindenkinek, csináljátok ilyen kísérletet, próbáljátok ki egy hétig, 5-10 percig minden reggel mondjátok Hare Krishna mantrát, és akkor meglátjátok, meg fog változni a ti életetek. És most a végére akkor mondjuk együtt egyszer, jó? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nagyon könnyű és nagyon egyszerű, csak 16 szó. És köszönöm szépen a figyelmeteket, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, nyomjatok meg a csengő gombot, lájkoljatok a videót, addig is sok boldogságot kívánok mindenkinek, Hare Krishna! Hare Krishna!